A Magyar Nemzeti Levéltár Békés megyei levéltárában még a 90-es években kezdődött egy olyan restaurálási program, melynek köszönhetően a közelmúltban elkészült egy úgynevezett dikális konskripció, vagyis rovásadó összeírás kötet. A 79 oldalas szarvasi dokumentum az állami adó beszedését megelőző vagyon összeírást tartalmazza, tehát olyan adatok szerepelnek benne, mint a helység birtokosainak neve, portáik száma, foglalkozásuk, de gyakran megtaláljuk az adómentes családok adatait is. Vagy ahogy a képen is látható, az adóköteles személyek a háztartásban lévő haszonállatokról szintén számadással tartoztak. Erdész Ádám igazgató elárulta, a helyreállított kötet a családfakutatók és a gazdaságtörténet kutatók számára egyaránt hasznos információforrásként szolgál. Ez szarvasi kötet, 79 oldalas volt, felül sérült volt, úgymond vattásan porlat bizonyos oldalrésze. Ezeket papírkiöntéssel a kötet szétszedése, tisztítása, fertőtlenítése után helyrehozták, és rögzíti most már akár a családfakutatók, akár a gazdaságtörténet kutatói számára azt az adatsort, ami ebben benne volt, hiszen itt portánként minden szépen össze van írva, hogy milyen vagyon után adóztatták az adott szemét. Erdész Ádám igazgató elárulta, a könnyebb tisztítási, fertőtlenítő, kiegészítő javításokat a levéltár könyvkötő műhelyében Fábián Attila végezte, a nehezebben restaurálható köteteket pedig Budapesten állították helyre. A Dunán 1801-ben volt egy nagy tűzvész, ez sajnos a város irataimat nagy részét is megsemmisítette. Ez Magyar Gyula város tűzvész utáni első jegyzőkönyve. Az ilyen helytörténetileg is fontos dokumentumok elsőbséget élveznek a restaurálandó iratok között. Mi úgy választjuk ki, hogy az anyag állapota, az anyag tartalma, az a két szempont, ami alapján kiválasztunk restaurálásra szánt anyagokat, és hát ezek nagyon-nagyon sok időt vesznek igénybe, hiszen ha egy több száz oldalas kötetet szét kell szedni, azt oldalonként tisztítani, esetleg papírkiegészítéssel kiegészíteni, az nagyon sok. Nálunk volt olyan kötet, ami 240 munkaórát vett igénybe a könyvkötő műhelyünkben. De restaurálták például a Jókai Mór regényeit megidéző nemesi közgyűlési jegyzőkönyvek tisztázati példányait, valamint törvényhatósági bizottsági jegyzőkönyveket is, melyeknél minden esetben a legfontosabb szempont az eredeti állapot rekonstruálása volt.